Köszönöm szépen a szót, elnök úr, én is az 55. szakasz második és harmadik bekezdéséhez szeretnék hozzászólni. Teljesen meg vagyok. Jó, köszönöm. Teljesen meg vagyok döbbenve. Teljesen meg vagyok döbbenve, amit itt olvasok, ugye. Szeretném megkérdezni államtitkár urat, hogy ezen az időutazáson veszünk most tényleg részt, és Gyurcsány Ferenc újra a miniszterelnök, a nagyon demokratikusok visszajönnek. 2006-ban jó magam is el kellett, hogy takarjam az arcomat, nem csak azért, mert kameráztak, hanem azért is, mert több száz könnygázgránátot lőttek ki ránk. Nyilvánvalóan őtőlük elvárható lett volna, és adott esetben nem csodálkoztunk volna, hogyha ezeket a jogszabálymódosításokat ezt követően meghozzák, de az, hogy az a Fidesz, aki ezeknek az antidemokratikus túlkapásoknak és az akkori hatósági terrornak szintén, vagy legalábbis a Fidesz szimpatizánsok elszenvedői voltak, az a Fidesz kormány nyújtson be ide egy ilyen törvényjavaslatot, ez engem mélységesen megdöbbent, egyszerűen nem értem, hogy hol élünk. Úgy gondolná az ember, hogy az, ami itt 2006-ban Magyarországon történt, az kellő tanulság volt minden demokratikus gondolkodású ember számára, hogy az ilyen jellegű hatalmi arroganciának és törekvéseknek gátat kell szabni, és ne legyen még egyszer olyan hatalom Magyarországon, amelyik az emberi szabadságjogokat ilyen módon korlátozni próbálja. Önök pedig ezt törvénybe akarják iktatni. Hát honnan tudják önök, hogy nem ez a végtelenül demokratikus koalíciós ember fogja irányítani a rendőrséget itt mondjuk 5 év múlva, és abban az esetben önök fogják ugyanúgy fizetni ezt a 150-et, mint ahogy mi is.